picit olyan a Valérió szerepe, akit én játszom, minthogyha egyfajta ilyen jótét, de nagyon vagány Vergíliusza lenne Leonsznak, kísérője, vagy asztrál teste, vagy idősebb önmaga. Persze ezek csak egy ilyen metafizikai dimenzióra való utalások, tehát nem húsvér valóság. A húsvér valóság az, hogy egy elég tapasztalt srác, aki lényegében hasonló cipőben jár szerintünk, mint Leonsz, csak egy picit talán előrébb, vagy más puttonnyal a hátán. De ilyen jófajta Sancho Panza. Picit olyan neki, mint egy mentor, vagy inkább idősebb testvér, aki úgy pattan ki a buborékból, mint hogyha ő hívta volna életre Leonsz a kívánságával, hogy bárcsak lenne egy olyan ember, aki, és lett. Hiszen itt pattanok majdan ki. A díszlet nagyon kreatívvá teszi az embert, mert sokféleképpen lehet felhasználni praktikusan, és nagyon sok asszociációra ad a lehetőséget és alkalmat. Ugyanakkor, mivel ez egy doboz, gondolhatnók, hogy leképezi a világot. Hamvas Béla, kérdezzétek el, Hamvas Béla azt mondja, sok más okosság mellett, hogy a világban nem történik más, mint a három emeletes házban. Ilyeténformán egy ilyen szűkre szapott, feszesre húzott, zárt doboz, mint ez a díszlet, leképezheti azt a teremtett világot, amiben minden nő és férfi próbálja túlélni önmagát, először megtalálván önmagát, majd ettől az önmagától menekülve. Mint ahogy ezek a padok lehetnek hullámok, lehetnek dombok, amik mögött újabb dombok, tehát egy ilyen never ending story. Én az egész színházról kaptam egy olyan brutál gyomros szeretembenyomást, minden smúz nélkül, tehát annyi minden van rendben, és balanszírozottan tartva, és működtetve, hogy ehhez képest egy, nem is értem, tudod, amikor a hab a tortán, a habon, a cseresznyén, a fahéjon, a porcukor, a Leonsz és Léna nekem ez ilyen volt, hogy mindezek fölött, ilyen emberekkel, ilyen feszes egy hónapot, ilyen dögösen, tökösen eltölteni, ennyi játékkal, ám ennyi munkával. Hiszen mindenki csinál a szerepén, vagy az adott munkakörén kívül, akár a műszakféle zenélés, akár a színészféle zenélés, akár a, tehát annyira ilyen zsuf. Egyszer csak mindenki, két hete próbáltunk, addig is, de utána, amikor érzed, hogy minden vektor elkezd egy irányba működni. Azt leszámítva, hogy attól függetlenül is, hogy történtek esetleg covidos etapok. És akkor mi van? Az csak még inkább. Olyan szinten lett egy jó húzása a dolognak, hogy ilyen annyira szeretem munka, már rég nem munka, hanem játék. A munka az első három hétben volt, aztán jött a játék. Mindamellett nekem ez a legeslegelső kecskeméti szereplésem, eladdig, hogy én még egyéb téren sem voltam Kecskeméten, csak egyetlen egyszer átutazóban. Nemhogy a színházban, nemhogy mint vendég, nem, hogy még én játszom a színházban, mint vendég, úgyhogy ezzel úgymond debütálok.